szabadkai Szent György templom zsúfolásig megtelt hívekkel, akiket Orbán Viktor bevonuláskor és kivonuláskor egyaránt készfogással és kedves szóval üdvözölt. Szent Istvánt nem csupán tettei miatt tiszteljük, nem csak azért, mert erős államot épített. Voltak sokan a történelemben, a mi történelmünkben is, akik jó államszervezőnek bizonyultak, de őt, Istvánt másért is tiszteljük. Azért az eszméért, amelyet minden tettével képviselt, és ami nem más, mint a keresztény magyarság eszméje. Mély meggyőződésem, hogy ennek az eszmének köszönhetjük, hogy minden viszontagság ellenére ma is itt vagyunk, és Magyarország az iszlámot az emberiség egyik nagy szellemi és lelki alkotásának tekinti. Azt gondoljuk, hogy minőségi, szeretetteljes és boldog életet csak olyan országban lehet élni, amely a tisztelet kultúráján alapszik, következésképpen a tisztelet hangján beszél. Ezért számunkra az iszlám világból érkezett emberek nem fenyegetést jelentenek, hanem egy magas civilizáció képviselőiként üdvözöljük őket, és nem szégyelünk időnként tanulni sem tőlük. Mikor mi az arab világgal való kapcsolatunkra gondolunk, és onnan hozzánk érkező arab emberekkel találkozhatunk, akkor mi először is egy kiemelkedő és nagy kultúra képviselőjét látjuk Önökben. Magyarország az iszlámot az emberiség egyik nagy szellemi és lelki alkotásának tekinti, amely sok százmillió embert segít hozzá, hogy az ember élete létezésének magasabb értelméhez eljuthasson.